Kedves Hungária televízió nézők! Minden, ami magyar címmel, vasárnapi együttlét iskolát indítunk itt Szegeden, a Dugonics utca 12 szám alatt. Igaz, hogy elsősorban Csongrád, Csanád vármegye lakóit várjuk, de a világ minden tájáról jöhet minden jó szándékú magyar ember, és hungaruszok is. Vasárnaponként, június 4-től, ugye a gyásznapunktól várunk tehát minden nemesen gondolkodó és nemesen élő embert azért, hogy tudás átadást tudjunk létrehozni egymás között úgy, hogyha lehetséges, akkor mindenki családostól jöjjön. Mindenki hozza magával a kultúráját, hozza magával a hangszereit és a hitét délután 2-től este 8-ig, mert ez a vasárnapi együttlét minden vasárnap délután 2-től 8-ig fog tartani. Legyünk tehát együtt és beszélgessünk vagy énekeljünk, de mutassunk mintát a gyermekeinknek. Mert egyedül a vármegyei autonómia tudja levenni majd rólunk azt a terhet, amit szinte észrevétlenül raktak a vállainkra. A gyermekeink lassan már csak a kütyüket akarják nyomkodni. Mi pedig elidegenedtünk egymástól, és elidegenedtünk a nem magyar nyelvű hungaruszoktól is. Magukra hagytuk például a kárpátaljai ruszinokat, pedig most ott háború zajlik. És mennyivel másabb lett volna, ha jóval a háború előtt kiállunk értük is, nem csak a kárpátaljai magyarokért. Fordítsuk meg végre az időt, és zökkentsük vissza a történelmi kerékvágásba, és közben őrizzük meg a régen bevált jó és helyes szokásainkat, és az igazságos és a közjót szolgáló szkíta lelki alkotókat. A vasárnapi együttlét iskolát azért kezdjük Trianon gyásznapján, hogy minden magyar és minden egyes hungarusz velük tartson, képes legyen velünk tartani, ha máshogy nem, akkor a Hungária televízió segítségével. Tehát 2023. június 4-én délután 2 és este 8 óra között induljon az együttlét. Vessünk véget az elidegenedésnek, vessünk véget minden haragnak, gyűlöletnek és szeretettel öleljük át egymást a tudás átadás segítségével. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. Úgy legyen.